Sziasztok, egy kis gyors talpaló került és felújításból. Sziasztok, Túróci Ákos vagyok a Fémdekor Kft-től. És nagyon gyors talpalót fogok neked elmondani, ilyen pörögve, mint most, vagy elkezdtem, hogy hogyan kell egy kerítést, hogyan érdemes felújítani. No, két eshetőség van. Ugye vagy olyan kerítésed van, ami már le van horganyozva és le van festve, de a festék az valamilyen oknál fogva igyekezik eltávozni a felületről, vagy van egy olyan lehetőség is, hogy nincsen lehorganyozva a felület, tehát magyarul rozsdás a felület, és úgy kezdi el a rozsda letúrni maga elől a festéket magáról. Ez a két opció van általában, vagy horganyozott, vagy horganyozatlan kerítés van, amit ugye fel kell újítani. Általában, ami nincs horganyozva, az ugye rozsdásodik is, tehát az a sokkal nagyobb a probléma, hogy is nem csak a festéknek a előregedésével kell számolni, hanem sajnos azzal is, hogy magát a felületet is valahogy rendbe kell hozni, ugyanis a rozsdás felületre nem lehet festeni, vagy hát ha lehet is, akkor nem fog túl tartós lenni ez a történet. Úgyhogy mindenképp azt kell megoldani, hogy a festék ugye lekerüljön a felületről, és ugye a rozsda is lekerüljön a felületről. Hát most ezt jószerűen úgy szokták ugye megoldani, hogy fogják, leszedik a festéket valamilyen csiszolóanyaggal, bármilyen drótkoronggal, vagy manuálisan, vagy lekapargatják, tehát valahogy eltávolítják a felületről. Én egyébként egy flexbe fogható drótkorongot szoktam javasolni, ebből van többféle, van mindenféle irányú, mindenféle formájú, azzal pikpak le lehet szedni elvileg a felületről ezt a rozsdásodást, illetve nyilván a festéket. Miután lepucoltuk a rozsdának a nagyját, ezért vannak ilyen rozsdamarók, amiket így hívnak rozsdamaró, úgy keressél rá. Ez gyakorlatilag a rozsdát átalakítja egy olyan anyaggá, ami utána le lehet szedni a felületről, és hát mondjuk úgy, hogy valamennyire sikerül neki olyan állapotba hozni ezt a felületet, hogy utána festhető lesz. Nyilván utána még a felületet le kell érdemes csiszolni, érdemes lepucolni, lezsírtanítani még egyszer, akár leszedni róla ezt a fehér-szerű anyagot, ami ugye rákerül a rozsdamaró hatására, és utána le kell alapozni azt a felületet, vagy alapozó bevonó festéket kell használni, vagy le kell alapozni, van külön alapozó, és utána le kell festeni valamilyen színre. Ezt érdemes egyébként festékesni, utána menni, ebben nem tudok 100%-ig segíteni, hogy a rozsdára, a rozsdás, rozsdamart felületre milyen rétegrendben kell felhordni a festéket, de a lényeg az, hogy meg kell utána oldani valamilyen alapozó és alapozó bevonó festékkel, vagy festékkel már az alapozót lefested. Ez egyik módja. Ugye magának, hogy hogyan pucol le, ugye van ez a könnyebbik út, az egyszerűbb, én ezt javaslom mindenkinek, ugyanis a többi az mind nagyon-nagyon költséges, és nem gondolom, hogy túl sok értelme lenne. Ugye a profi megoldás az, hogy lebontatod egy szakemberrel az egész kerítést, úgy, ahogy van, elviszed fémszórni, tehát mondjuk leszórják egy ilyen fémszemcsékkel, megszórják a felületet, de homokszórják, csak más az alapanyag, és gyakorlatilag fémtisztára lepucolják a felületet, tehát ennek nyilván akkor van értelme, hogyha nem lemezből van a kerítésed, és nem az van szétrohadva, mert akkor kilukassza ez a fémszórás, tehát ez ki fog akkor lukadni, és tönkre fog menni, vagy szét fog hulladni elemjeire az egész, hanem amikor még jó állapotú, akkor le lehet fémszóratni, és nagyon szép fémtiszta lesz az egész. Most mondanám azt, hogy a fémtiszta felületet el lehet vinni, horganyozni, és utána lefesteni. Nyilván ez lenne a legtökéletesebb, de sajnos az a tapasztalat, hogy mondjuk egy kovácsolt jellegű kerítésnél, ahol vannak olyan rések, ahol nem tud bejutni a homokszem, ott megtapad a festék, és horganzűzemek nem szokták befogadni az olyan felületű anyagokat, ami bármennyi festék is megtapad. Tehát vagy abszolút fémtisztára kell lepucolni, és akkor be fogják fogadni, nyilván el kell látni akkor horganzófuratokkal, stb. Mindennel, és utána le lehet ugye horganyozni. De ezt most tegyük félre, lealapozás, lefestés. És hogyha nagyon profin akarod megpucolni a felületet, akkor pedig le kell fémszóratni. Ugye elviszi a cég, lefémszóratja, lefestik, lealapozzák, lefestik, utána visszaviszik hozzá, beépítik a helyére. Na most ugye itt a költség vonzata azért elég kemény, mert ugye oda kell menni egy szakember brigádnak, legalább 2-3 főnek, ugye el kell bontani az egész kerítést, el kell vinniük, el kell szállítaniuk egy olyan helyről, ugye meg tudják csinálni ezt a pucolást, utána vissza a műhelybe, letisztítani minden, és akkor utána össze le kell festeniük, ott érdemes ott a helyszínen, még nem a beépítés helyszínen, hanem még a műhely telepein, és vagy egy festőüzembe, és akkor utána vissza, kiviszik egy külön napon, és akkor utána beépítik neked a kerítésedet. Na most ez nyilván legalább 2 munkanap, ez minimum ugye, ami a beépítést meg a bontást igéli. Na most ez nyilván költség, kinek mennyi,
Én azt gondolom, hogy 100 000 forint per napi díj alatt senki nem dolgozik ma már, vagy nagyon kevesen. Tehát az alapban számolhatsz, hogy 200 000 forint költség sicsutja, ezzel el fog menni. Szállítás ide, oda, stb. Egyéb költségek 200 000 forint tuti, csak az, hogy bontják meg ez. És ez biztos, hogy legalább ennyi. Nálunk egyébként több is lenne, de mi nem foglalkozunk ezzel. Bocs, meg se keressél minket ilyen javítási, meg felújítási, meg újrafestési dolgokkal, mert mi nem foglalkozunk vele, nem ez a profilunk. A másik út, amikor le van horganyozva a kerítésed, ez a legjobb, tehát egy horganyozott felületről vált le maga a festék, ez a legoptimálisabb mindenki számára. Én ezt javaslom, mi például minden kerítésünket horganyozzuk, pont azért, hogy újra kell festeni, hogy sokkal egyszerűbb legyen a történet. Ilyenkor nincsen rozsdásodás, mikor lejön a festék, nincs alatt a rozsda, nincs vele baj, mert egy szép, tiszta horganyozott felületet találunk, amit meg kell, le kell nyilván úgy szedni róla magát a festéket. Ezt is javaslom, hogy sima sarokcsiszolóba fogható csiszoló, ilyen drótos eszközökkel pucoljátok meg, vagy pucoltassátok meg, és amikor szép, tiszta a felület, azt még le kell zsírtalanítani, denaturáció, vagy higítósrongyal át kell törölni az egész felületet, és bifuf, mehet rá vissza az új festék, és csókolom. Nem hiszem, hogy túlságosan bele kell menni olyanba, hogy hát most még itt maradt, meg ott lehet, hogy egy pici marad. Gyerekek, ez egy kerítés, ezzel nem fog senki, nem fogja senki 20 centiről, meg milliméterekről nézegetni, meg aláhajúdozni, így ránéznek vizuálisan az egészet, egybe akarják látni, tehát nem hiszem, hogy ebben nagyon mélyen bele kell menni. Én azt gondolom, hogy ez a módja, le kell pucolni a festéket, aztán piff-puff újra festeni az egészet, azt elköszönni. Nyilván ez a kovácsolt jellegű, hogy kovácsoltas kerítések szempontjából abszolút fontos, mert hogy ezeknek a felülete eleve már olyan, hogy nem látszik rajta, hogy ott valamilyen pici sérülés van, vagy valami. Ezek nem egy tükrös felület, ezek ilyen rusztikus elemekből vannak. Tehát nincs ember a földön, aki megmondja majd, hogy ott rajta maradt valami festék esetleg, vagy egy pici dolog, amit nem tudtál róla lepucolni, az majd ott marad. Nem fog rozsdásodni, mert le van horganyozva, le lesz újra festve, szép fényes lesz, tisztának fog tűnni az egész. Még jó pár évig nyilván a festék miatt meg fog maradni az a szín tónusa is, mert a festék ugye az idővel öregszik, nyilván veszt a színéből, veszt a tükrösségéből, akár a fényességéből. Még egy esetleg egy utolsó tippa ennek a videónak a végére. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nem ad festéket használjon még véletlenül se, mert minden retek mocsok meglátszik rajta. Illetve azt sem javaslom, hogy valami nagyon fényes festéket használjatok, valami tükröset, mert az meg tök gagyivá teszi az egészet, olyan lesz, mintha valami gyerekbútor, vagy valami játék, kis gyerekjáték lenne. Tehát ezt a kettőt próbáljátok elfelejteni, hanem vannak serjenfényű festékek, ezek se nem mattak, se nem fényesek, hanem egy ilyen köztes tónus. Én azzal javaslom, azzal festétek le, és akkor tök jó fog kinézni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor iratkozz fel, nyomj egy lájkot, szervusz!